Jó estét kívánok, kedves vendégeink! Mindenkit szeretettel és tisztelettel üdvözlök! A Magyar Művészeti Akadémia Művészet Emeleti Tagozatának rendezvény sorozatán Keddi Kaleidoszkóppal címmel már 3 éve csináljuk ezt a sorozatot. Üdvözlöm Solymosi Dariel Mőke, asszony zenetörténészt, aki a tagozat vezetőnk. És nem utolsó sorban az ő ajánlására hívtuk meg ma Mandics Györgyöt, illetve legfőképpen Berta Zoltán szorgalmazta és ajánlotta nekünk az ő meghívását, ugye irodalomtörténészként. Üdvözlöm Mandics György író, költő, esszéistát, a mai est főszereplőjét, illetve Záhony Andrást, aki ővele fog ma beszélgetni. Mandics Györgyöt, ha jól látom, a közönség soraiban legtöbben közelről ismerik, tehát most nem fogom felolvasni a életrajzát. Annyit mondanék csak, hogy ez a magyar kultúrának ez a különleges szelete a székely rovásírás, az ő mondhatjuk úgy, hogy szakterületévé vált az idők során, a kiterjedt irodalmi munkásságában ez az egyik legnagyobb terület, amely publikációban is tükröződik, hiszen a Rót múltunk című kötettől az itt is látható bemutatandó kötetekig valóban nagyon komoly terjedelemben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Záhony András pedig, aki már jó ideje kíséri Mandics Györgyöt és jól ismeri a munkásságát, föl fogja nekünk tárni a rejtelmeit. Köszönöm szépen, parancsolj! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Magyar Művészeti Akadémia estjén a megjelenteket, a szervezőket, és mivel Mandics Györgyöt régóta ismerem, engedjétek meg, hogy tegeződjünk, hiszen így könnyebb lesz. Mandics Györgyre azt mondanánk, hogy polihisztor, hogyha ilyen egyáltalán létezne, mert annyi sok szakterülettel foglalkozott a matematikától kezdve az újságírásig, a költészetig. Én azt kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy került kapcsolatba a székely magyar rovásírással és egyáltalán az írástörténettel? Hát ez két kérdés. Nem működik. Az írás történettel kerültem először kapcsolatba, mert 70-es évek vége felé én annak idején Erdélyben akkor egyik leghíresebb ilyen bukaresti heti labba, én írtam minden, hogy mondjam, ismeret terjesztő tanulmányciknek a körülbelül a 80%-át, mert mindig ilyen kalandozó természet voltam, nagyon sok nyelven olvastam, és ha valami érdekeset találtam, akkor rögtön írtam a Hétben egy cikket. És aztán a Hétben volt egy ilyen sorozatuk, hogy a TET, amely arról szólt, hogy természettudományi dolgok ismertetése, és aztán akkor én mindenütt szerepeltem ezekben a dolgokban, és nyilvánvaló, hogy a bukaresti könyvkiadók is állandóan kérték, hogy na, akkor ebből a témából kéne egy könyvet át a tanuló ifjúság számára, és akkor hát így született meg a rejtélyes írások könyve, amiben azokat az akkoriban fölmerülő különös írásokkal kellett foglalkoznom, amelyikről az egyikről azt állították, hogy ez már 200 ezer éve működik, és akkor megírtam, hogy a jelek vannak, de az, attól még nem lesz ez igazából írás, mert nem lehet elolvasni. És akkor hasonló kérdések zöméből lényegében jött egy könyv, és akkor ez a könyvet aztán annyira érdekesnek találták, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is kiadta. Ilyen furasságok alapján kerültem én kapcsolatban, és ebben volt két oldal a rovásírásról is. Hogy elmondtam, hogy a rovásírásról mi van, és hát ennyi. Így kerültem kapcsolatba a gondolatkiadóhoz, mentem, hogy szerettem volna kiadni egy kétkötetes művet a protoírásokról, tehát ezekről az írásokról, amelyek nem írások, de nem írások, tehát
olyan módon írások, hogy hosszú szövegszerű valamik vannak, de nem biztos, hogy ezeket olvasni lehet. És aztán itt az inkáktól kezdve különböző dél-ibériai rúnaírásokig, meg mindenféle ilyen csodák vannak, és hát ezeknek a vitáit, meg a problémáit akartam én föltárni a gondolatkiadónál. A gondolatkiadó igazgató erre azt mondta, hogy ne menjünk mi most bele ezekbe. Inkább itt van egy nagy kérdés, a magyar rovásírás. Itt van előttem, nézd meg, 9 kötet, mind a 9-ben van 9-féle ABC. Na most ez a 9 közül melyik az, amit el kell olvasni, és melyikkel lehet olvasni? A másik meg a többi hülyeség, meg miről beszélnek ezek? És akkor azt mondtam, hogy hát jó, hát ha ezt kéri válni, akkor jó, akkor ez legyen. És akkor ebből lett az, hogy kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy mi akarunk valamit, mert ugye van politika is. És ez a politika, az a kultúrpolitika, ez 2009-ben egyszerűen nem fogadta el, hogy a gondolatkiadó a magyar rovásírásról kiad egy többkötetes művet. Bár akkor ez a könyv úgy is jelent meg, az első kötet, hogy Sebestyén Gyula könyvének a 100. évfordulójára, ez volt az első magyar rovás összefoglaló a rovásírásról, és hát azóta igazán komoly mű nem született, és hát akkor én mondtam, hogy hát arra írok egy ilyen 100 éves évfordulós könyvet, és hogy mi történt közben, és hogy mennyire igaz az, ami ott benne van, és akkor ezt majd megírom. És akkor így lett egy 3 kötetes mű, amit éppen nem tudott már kiadni, bár ki volt szedve, ki be volt tördelve a könyv a gondolatkiadónál, de nem lett belőle semmi, mert az akadémia beszólt, hogy na, ebből nem lesz bizony semmi, hanem ezt tegyétek, ahova akarjátok, mert nem adunk például pénzt. És akkor így kezdődött a rovásírásos, hogy mondjam, karrierem. Hát így, akkor most már igen, hát igen. Végül, mivel végigjártam minden magyarországi más könyvkiadót, hogy hát ha azok kapnak, azok se kaptak, akkor ha magyarországiak nem kapnak, akkor magánszemélyek. Végül egy erdélyi kiadó, aki jó barátom volt, azt mondta, hát ilyen nagy könyvet, hát ilyen nagy könyv. Hát tudod, ha nem te lennél, nem adnák rá pénzt, de hát nem tudom, nehéz. És akkor Böszörményi Zoltán a zsebébe nyúlt, és megjelent az első kötet, az akkor 15.000 forintba került az első kötet, úgyhogy csillagászati összeg jött össze. De az ő megdöbbenésemre és mindenki megdöbbenésemre, ez nem, hogy több mint 30.000 forintba került a 3 kötet, mégis elfogyott mindegy szálig, pedig vannak sokkal vékony kis könyvecskék, amik nem fogytak el soha, ez elfogyott mindegy szálig, és második kiadás is lett belőle. Ezt már támadtaggatta Magyarországon az NKA is, és kiderült, hogy ez attól függetlenül, hogy ez nem lehetett semmit tudni róla, meg minden, de aztán az Andrés is, aki elsőként olvasta végig ezt a 3 kötetet, írt egy magyarázó kötetet is. Mondj néhány szót erről. Köszönöm, nagyon könnyű a dolgom, mert nem is kell kérdezni Mandis Györgyöt, ő mondja magától. Ugye azt el kellene, hogy áruljam, hogy például a Glozeli rejtélyről én is ebből a Rejtélyes Írások című könyvből kaptam hírt, amelyik Romániában is és Magyarországon is egy kicsit később megjelenhetett. Ugye a rovott múltunk lett volna a következő kérdésem, de már eléggé komoly mélységeit érintettük ennek a kérdésnek. Ugye az alapkérdés az, hogyha egy kiadó megbíz egy szerzőt, mondjuk, hogy egy rovás enciklopédia megírásával, azért ezt tudni kell, hogy ez 2000 oldalas mű, ez a 3 kötet, most éppen nincs itt az asztalunkon, akkor várható, hogy meg is jelenteti, és ez a munka, ami több évet jelentett nyilvánvalóan, ez nem veszhetett kárba. Erre, hogy mi lehet az oka ennek a visszalépésnek, erre majd visszatérünk a későbbiekben, amikor a tudománypolitika és az aktuálpolitika kérdéskörét is vizsgáljuk. Ugye
ha bár itt megszólítást kaptam, én azzal szerettem volna hazajárulni ennek a 2000 oldalas műnek a jobb olvashatóságához, hogy egy nagyon részletes tartalomjegyzéket készítettem hozzá, tehát nem az indexek alapján a harmadik kötet végén, hanem tulajdonképpen egy áttekinthető 6-8 oldalas tartalomjegyzék alapján is lehessen tájékozódni. Az egyes leletek, az egyes írásemlékek értelmezései kapcsán. Ugyanis Mandis Györgynek ez a műve, ezt fontos elmondani, ugye mint egy igazi természettudományokban is jártas szakember, nem úgy taglalta csak, hogy egy leletről leírja azt, amit tud, hanem különböző szempontok szerint, tehát minden írásemlékről, legyen szó itt a Nagyszent Miklósi kincsről, vagy bármelyik rovásemlékünkről, több helyen is találunk benne fontos információt, és ezeknek az összehangolását próbáltam én meg segíteni. Akkor a következő kérdésem az lenne, hogy létezik-e írás anyanyelv? Tehát, hogy mit tudunk mi a székely magyar rovás írás eredetéről, illetve kapcsolatáról más írásrendszerekkel? Hát igen, természetesen, hogy van. A székely magyar rovás írás legrégebbi emlékét nem tudjuk megmondani, hogy melyik, mert nem ide való. Ugyanis az biztos, hogy a székely magyar rovás írás az ázsiai eredetű. Létezik egy kínai könyv, aminek egyik oldalán felfedeztem egy rövid kis bejegyzést, amiben az szerepel, hogy egy kínai eunuch elküldik egy hun uralkodóhoz, vagy egy kis királyhoz, mondjuk így, és a kínai lányt elküldik, mint feleséget ehhez a hun vezérhez, és ezt az embert, aki eunuch, nyilván ez kísérőként szerepel a követségben, de ez egy lefokozása volt ennek az embernek, és akkor ez az ember egy írást alakít ki a hunok számára azért, hogy bosszút álljon a kínaiakon. Hogy miféle dolog az, hogy a hunokkal, akik lényegében a legfontosabb ellenségük a kínai birodalomnak, azokkal kínai nyelven folyjon a levelezés? Nem. Ezentúl a hun nyelven folyjon, a hun szövegekkel, hun írással folyjon a levelezés, és legyenek hun tolmácsok a kínai udvarban. Ebben az esetben mondta ő, így kimutatjuk azt, hogy mi vagyunk a felsőbbrendűek, és nincs szükségünk a ti sejem sálaitokra, meg minden, mert a nemez az sokkal jobb. Ha keresztül vágtattok egy szöges, egy szúrós bokron, akkor a sejemből foszlányok maradnak, de a nemezruha az keresztül megy ezen az ilyen szúrós bozótokon is. Nem tépi szét azt. Tehát ti vagytok a felsőbbrendűek. Na hát ez a hun felsőbbrendűségnek ez a története, ami mint furcsa jelenség megmaradt egy kínai krónikában, ott leírja, hogy mire szolgáljon ez az írás, hogy meg tudjátok állapítani, hogy mennyi takarmányt kell a lovaknak, hogyha egy ilyen hosszú hadjáratot terveztek, ha ilyen rövid hadjáratot terveztek, és ott egy pontos, a kezdeti írás alkalmazásának hosszú leírása található, ez a hosszú leírás alatt értük egy ilyen két oldal, mondjuk ebből a kínai krónikából. Érdekes módon ez valahogy többnyire elkerülte a rovásírással foglalkozók figyelmét, mert nem szoktak. Itt jön létre az, amiről az András beszélt, hogy én egy ilyen őrjöngő őrült vagyok, akik olvasok mindenfélét és minden nyelven, és tehát nem úgy olvasom, hogy a rovásírás, hogy az előzők mit írtak, és akkor azt én is leírom. Tehát, hanem én lényegében ebben a szétterjedt kutatói lehetőségek mezején mindig találok rengeteg új ilyen helyet, ahol ilyesmiről szó van. Ha már más nemzetek
véleményét próbáltuk itt megfogalmazni, akkor megkérdezném, mi a véleményed Konstantinnak a tettéről, aki arra hivatkozott a pápánál, ugye, hogy a szláv írásbeliséget megteremtse, hogy az avaroknak, illetve a magyaroknak is van már írásuk. Igen, ez egy közismert dolog, hogy ő ezt leírta, és nem csak írásuk, hogy van, kiderült, hogy korai keresztények is. Ezt is teljesen egy ilyen örjöngő olvasmányaim közepette, bukkantam rá Németországban, Bonnban, az egyetemi könyvtárban, hogy bizony a második niceai zsinaton elküldték egy ilyen lista szerepből, hogy kik szerepeltek a második niceai zsinaton. Ez engem furcsa módon, nem tudom miért, érdekelt. Megnéztem a szövegkiadást, és ott rábukkanak arra a 47. talán, vagy 50. püspöknél, hogy ez Ursus a tiszamenti avarok és szkíták püspöke. Punktum. Ennyi. Tehát második niceai zsinaton 743-ban szerepel. Micsoda? És hát ezt miért nem közlik? Na, erre most következik a politikai furcsaság. Az, hogy ezt a szöveget, hogy erről tudnak, Szegeden megjelent egy ilyen gyűjtemény német nyelven, természetesen, magyarul soha, aminek az a címe, hogy az avar emlékek és az avarokról szóló emlékek teljes gyűjteménye. Hát, nagyon jó mondom, akkor itt benne kell legyen a niceai zsinat. Megnézem a bibliográfiában, ott van, szerepel. Az oldalszám, hogy hol van ez az oldalszám, stimmel. Na akkor keresem a szöveget. Szövegek helyen egy szó nincs róla. Miért? Hát azért, mert lényegében, ha ez megjelenik magyarul, vagy a szöveg már ott, akkor egyfelől le kell számolni azzal, hogy Szent István hozta ide a kereszténységet. Mert akkor kiderül, hogy nekünk volt püspökünk, bocsánat, majdnem 200 évvel előtt, korábban. Ez akkora döfés, hogy mindannak, hogy egyháztörténet, államtörténet, rengeteg következménye van ennek. És mégis ott van. Ők is tudnak róla, tehát oda a bibliográfiába föltüntetik, mert ugye ha a német kollégákat megkérdezik, mert Németországban adták ki ezt a gyűjteményt, akkor azok megkérdezik, hát tisztelt hölgyem, egy hölgy volt, nem mondom a nevét, ön miért nem olvas? Hát, én tetszik látni, ott van, én olvasok. De nem szerepel az, hogy ez miért érdekes ez a magyarok számára. Tehát 743, hogy ott miért nem szerepel, azért nem szerepel, mert ugye tudjuk jól, hogy a szegény László Gyulát azért nem vették föl soha az akadémiára, mert ő ezt a kettős honfoglalás elméletet elmondta, és mindig ezzel utasították vissza, nincsen semmilyen ezek a régészeti dolgok, hát ez könyörgöm, hát lehet, hogy az nem akkorról való az a lelet, hanem dokumentum, hol a dokumentum? Nincs dokumentum, mondták. Nincs dokumentum. Szegény László Gyura így is halt meg, hogy sosem került elő ez a dokumentum. No, hát itt vannak azok a dolgok, amiről azt beszélem, hogy, tehát, hogy végül is a rovásírásnak ilyen rengeteg politikai dolga volt, ilyen történet. Belefutottak sokszor az emberek ilyen kérdésekbe. Igen. A mai korunkban az írásbeli forrásoknak a szerepe talán túlságosan is nagy, és hát pont ezt az esetet világítottad meg László Gyula példáján. Most visszatérve ugye a hun kapcsolatra a székely magyar rovásírás esetében, vajon a rúnákkal, vagy az etruszk írásrendszerrel és más hasonló jelrendszerekkel milyen kapcsolata lehet? Ugye a türkkel is hozták kapcsolatba, és így tovább.
Hát igen, természetesen van kapcsolat, de ez a kapcsolat nem lényeges, ugyanis a magyar, tehát az írásoknál akkor beszélhetünk igazán fontos kapcsolatról, hogyha nem néhány írásjel azonos, hanem az adott jel ugyanolyan jel értékkel szerepel. Tehát, hogy világos legyek. A C betű formájú jelet, azt, ha a magyarok olvassák, akkor azt mondják, az egy C betű. Ha ezt egy latin olvassa, akkor azt mondja, hogy ez egy K betű. Ha ezt egy orosz olvassa, akkor azt mondja, hogy ez az S betű. És mindenkinek igaza van. Mert ugyanaz a jel, csak minden nyelven másként olvassák. Tehát egy más fejlődése van ennek a jelnek. Tehát a jelhez más hangok kapcsolódnak. Tehát ez történik. És az, hogy mikor, milyen jelhez mit kapcsolható, na ilyen módon kiderül, hogy a rovás írás, azok, akik a türk írásokkal hozzá kapcsolatban, kiderül, hogy kettő darab jel van, amit ugyanúgy írnak is, és ugyanaz a jel értéke. És két jel az már nem szignifikáns, ha egy 24 betűs ABC-ből van szó, akkor világos, hogy ez lehet véletlen is, vagy pedig az, hogy egy nagyon korai elágazás. Itt az esetünkben azt is meg tudom mondani, hogy a dolog ugyanezekre a kínaiakra vezethető vissza, egy másik kínai 200 év múlva ugyanilyen módon csinálta a türköknek az írását is, de nem menjünk bele. Ezek is, erről is pontos, konkrétan kínai kronikákat kell olvasni, és akkor pontosan kiderül, hogy mi van. Persze, hogy ezeket nagyon nehéz hozzájutni, és Európában nem nagyon szokás olvasgatni. Érdekes a korpuszok, tehát a rovás enciklopédiáknak a története. Sebestyén Gyuláit, akkor Rádú János, Erdély István Alit közös munkáját, vagy Németh Gyuláit, ezt mind elismerik az akadémiai kutatók is, de valahogy a rovott múltunk, amely terjedelmében is bőven felülmúlja ezeket, valahogy hallgatásra ítéltetett. Vajon mi ennek az oka? Egyfelől az, hogy én ragaszkodom ahhoz, hogy mikor egy tudományos művet létrehozok, akkor én engemet nem politikai meggyőződések vagy ellenérzések vezényelnek, tehát ergo az alapvető problémát az okozta, hogy az 50-es években, tehát a rovásírás elítélték, de működött egészen a Horthy rendszer végéig. A Horthy rendszer utolsó fázisában a Leventék és a cserkészek segítségével a gyerekek és a fiatalok, mindenki megismerte a rovásírást. Ergo mi történt, hogy azok, akik oktatók voltak a Horthy-korban, 45 után ezek üldözött személyeké váltak, és az egyik le is írja, hogy az önéletrajzában, ez szintén csak most néhány éve vált a gulyásféle nagy életrajzi lexikonban, szerepel, hogy mikor benyitottak hozzá, akkor gondolta, hogy az ávó jött, hogy elvigye, és ott meghalt, gutaütette az egyik ilyen rovásírót, mert egész életében attól rettegett, hogy mikor jönnek érte, mert ő oktató volt, és tankönyvet is írt a rovásírásról. Feleségem, aki itt van, az ELTE-n tanult, ELTE-nek a tanára, mikor én rovásírással kezdtem foglalkozni, azt mondja, ez nem igaz, hát azt mondja, hát én itt tanultam, de nekem soha egy tanárom, egy szót nem ejtett arról, hogy magyaroknak rovásírás van rovásírás. Nem tudom. 70-es, 80-as években nem hangzott el egy szó arról, hogy a magyaroknak van rovásírásos. Döbbenetes, de így van. És akkor térjünk rá a hosszú szövegekre, mert az igazán a problémák nem abból adódnak, hogyha valaki fölírja azt, hogy Péter rovásírással, vagy nem írja föl, vagy fölír latinírással, mert a legtöbb rovás anyag, tehát abban a három kötetes enciklopédiában a legtöbb szöveg egymondatos. 1900 van ilyen. Na mostan
ezentúl van egy korpusz, ami miatt lényegében a háború mindig dúlt az akadémia és a nem akadémikusok között, hanem a rovás írást ismerők között, mert az ok, azt mindjárt ki fog derülni, hogy miért. Igen, tehát akkor térjünk most rá erre a 11 kódexre, amelyik Somogyi Antal neve alatt jelenhetett meg, és hát tulajdonképpen már a rovott múltunkban is sok mindent megtudhattunk ezekről az úgynevezett kódexekről. Hogyan volt ez tulajdonképpen? Azzal vádolták meg Somogyi Antalt, hogy ő találta ki ezeket a szövegeket, különösen Szarvas Gábor kritikájára gondolva. Igen, nagyon röviden csak annyit, hogy Szarvas Gábor írt egy kritikát a könyvről annak alapján, hogy Somogyinak nem volt elég pénze, hogy egy valódi kritikai kiadást hozzon létre, tehát hogy egyik oldalon ott a rovás szöveg, mellette ott az átírás. Hanem ő neki csak annyi pénzt adtak, pontosan a temesi főispán volt, de hosszú a történet, hogy átírást közöljön. De az átírásban volt egy csomó dolog, amit Somogyi nem tudott kiolvasni. Mindjárt majd látják a szövegeket, és majd rájönnek, hogy igazán nem kell szégyenkezzen Somogyival, hogy ezt nem tudott minden szót, minden betűt rendesen kiolvasni. És akkor ő, amit nem tudott kiolvasni, azt úgy csinálta, hogy leírta, hogy ez pörő, és a zárójelbe oda tette, hogy talán arról van szó, hogy pérecs, vagy pöröcs, vagy töröcs, vagy mit tudom én, és oda jöttek a saját ötletei, hogy mi lehet ez. Ebben a dologban ő, el kell mondani, hogy Somogyi Antal az egyik első gyöknyelvészünk volt. Szók, ilyen furcsán, nem szavak, Szók című munkája 1844-ben jelent meg. A művet szinte senki nem olvasta, aztán egy másik, a Nyelv 24 hangjáról című, azt 1871-ben adta ki. Na, ebben vannak ezek a megfejtések, hogy a pör az az alapelve, hogy minden egyes hang jelent. És ebből aztán az jön ki, hogy a J betű az azt jelenti, hogy mit tudom én, fiatal, hogy jön, hogy jövel, hogy mit. Ezer és ezer megfejtés adható, és főként, amikor a két és a három betűs dolgok jönnek, akkor a két kiadás, tehát a 44-es és a 71-es között nincsen lényegében egyforma megfejtés, mert ő is rájött arra, hogy nem egyértelműek ezek a megfejtések. Tehát minél rövidebb, tehát ha csak egy jelből áll azt, amit magyarázni akarunk, akkor végtelen sok lehetőségünk van, vagy nem végtelen, hanem nagyon sok, és aztán ahogy nőnek a szavaknak a hossza, tehát J-E, vagy J-R, vagy stb. Minden kombinációra már egyre kevesebb adható. Na, de ezek a kombinációk is rendkívül kényesek. Ezeket észrevette Szarvas Gábor, hogy ezek lényegében, amik ott a zárójelben vannak, ezek megfelelnek az ő nyelvészeti munkájának bizonyos oldalainak, megírta a megfejtéseket, és ezzel befejezte. És azt mondta, kérem, ez nem új dolog, hanem ez egy nyelvészeti példatár. 15 szót vett, és a 15 szónak nem az eredet, nem avval foglalkozott, hogy mi van odaírva rovásírással, hanem azzal foglalkozott, hogy milyen magyarázatot írt hozzá drága Somogyi Antalunk, és ezzel kivégezte, azt mondta, hogy kérem, hát ez nem rovásírás. A rovásírás az, ami dísz, vagy ott háttér, vagy nem tudom én micsoda. Tehát arról van szó, hogy Somogyi Antal is írt egy nyelvészeti könyvet, és ennek az eredményeit beleképzelte a rovásírásos szövegek értelmezésébe. Én azt javasolom, hogy akkor nézzük a képeket, és akkor kezdjük a kódexeket. Igen, hát itt a... Ez az első kódexünk 1645-ből, tehát nem időben ez az egyik, lehet látni, hogy ezek a szegedi könyvtár gyűjteményéből való. Menjünk tovább.
itt látható ugyanaz, itt látható, hogy a hátoldalon is átüt a szöveg, és ott lehet látni, hogy ezt Somogyi adta át az első bejegyzések alapján, valahol meg lehet látni, hogy ez 1600, ott van az Szeged, írással van, Szeged város 1874-ben adta a könyvtárnak. Ja, azért azt tudni kell, hogy Somogyi Antal nem a Somogyi könyvtár névadója, tehát egy másik Somogyiról van szó. Igen, és Somogyi Antal az Kossuth Lajosnak a titkára volt, és Tápénak a országgyűlési képviselője. És ezekhez a kódexekhez úgy jutott hozzá, hogy miután az egyet megvett Bécsben, egy antikváriumban, utána elment a parlamentbe, és azt mondta, haverok, hát nézzétek meg, mi van nekem. Ilyen ős magyar írás. Ilyen. Hát, ilyen van nekünk is. Mondták a drágalátos főurak. Ez kiderült, hogy nem véletlenül mondták, mert 9 darab volt nekik. És ezt a 9, ezek mind onnan származnak. Tehát ezek különböző főúri könyvtárakból származnak. Sajnos nem maradt meg a lista, hogy milyen könyvtárból való. Mert odaadták neki, és ő meg kiadta. Tehát lehet látni, hogy eléggé rozoga állapotban vannak, némelyik kiégett, igen, menjünk tovább. Aztán látjuk, hogy vannak olyanok, amelyben a szövegek, ott van a rovás szöveg, ott fönt pedig mindenféle csuda van, ott az egy várnak az alaprajza. Hát igen, azt gondolják, hogy a Lévai vára, ezt Friedrich Kálik állítja, nem tudtam megnézni, még a Lévára el kéne menjek, hogy megnézem, hogy ott a várnak a különböző korszakokbeli alaprajzai alapján ez melyik korszakából való ez az alaprajz. A érdekes az, hogy az, ahol van ez a kis A betű, ott lehet látni, hogy az alsó várbástyánál, arra vonatkozik ez az egész felirat, és megmondja, hogy ott kell kimenni a várból, ha szökni akarsz. Menjél tovább. Itt van a szöveg, és a szövegben ott leírják, hogy ha szökni akarsz, akkor az A betűs résznél menjél. Egy ilyen furcsa jelnél ott kell, ott találod a pénzt, a másik helyen egy kő alatt van a fegyver, a hurok inget pedig hol van, és akkor, ha kimész, akkor balra fordulsz, és leérsz a nádasba, nádason keresztül pedig megmenekültél. Ennyi így körülbelül röviden a szöveg tartalma. Igen, menjünk tovább. Na, ez a Lexicon Pharmaceuticum, ez a korai szövegek közül az egyik leghosszabb, mert körülbelül 38 oldal van körülbelül, amelyik tele van. Azért, mert ez a kódex, ez egy gyógyszerészek számára készített kézikönyv. Tehát ez egy felvidéki gyógyszerésznek a tulajdonában van. Annyit tudok, hogy a Bél családhoz tartozott, annyit sikerült kideríteni róla. A gyógyszer receptek számára, hogy a gyógyszerész, ha talál egy jó receptet, ami nincs benne ebben a gyűjteményben, akkor oda beírhassa, azért berakta, bekötöttek egy csomó ilyen üres lapot, és ezekre az üres lapokra írta valaki ezt a rovás gyűjteményt. Azt is tudjuk, hogy kicsoda, egy Gergő nevű ifjú diák, aki még csúnya szavak is vannak benne. Na, arra nézve, hogy igen, menjünk. Ez a Glora Australasiae, ez egy lotaringiai háznak egy ilyen genealógiai könyve, amiben egekig, igen, menjünk tovább, egekig majd itt-ott látható, hogy ott van egy himnusz, amelyik a Habsburg háza dicsőíti, és akkor valaki ronda magyar beírta erre az oldalra Mátyás királyról szóló éneket, amelyik ugye elfoglalta Bécset. Hát kész disznóság, hogy a Habsburg ház dicsőítő kódexbe ilyen bekerült, de így megmaradt. Ugyanis az volt a helyzet, hogy ezeket a dolgokat, hogyha házkutatást tartottak, hát a Habsburg háza dicsőítő könyvet, ezt le se emelték a tisztelt kopók a könyvtárból, főhajtás előtte, és megyünk tovább. És így ez megmaradt. A sors furcsa fintoraként, vagy pedig mondjuk így a ravasságaként annak, aki beírta. Igen, menjünk tovább.
A Pufendorf kézirat, hát ez is egy érdekes dolog, ez egy Rákóczi emlékeket tartalmazó anyag. Igen, menjünk. Na, ez a hegyi taggyűjtemény, ez ott látható, ez a külső borítója, ez az egyetemi könyvtárban található, és rá van írva, hát Sebestyén írta, hogy ne tessék elolvasni ezt, ami ebben van, mert ez egy hamisítvány. Ez azért írta rá, mert ezt mikor írta, levelező tag volt az akadémián, és szeretett volna rendes tag lenni. És valaki felfedezte, hogy nem írta be, hogy ez is hamisítvány. A hegyi tag kódexnek nevezett valami, ez hiányzik abból a könyvből, amit az akadémia kiadott, ez nem szerepelt, hogy ez hamisítvány. És ezt nagyon zokon vették, és mondták, hogy hát nem vagy kóser fiúcska, és nem leszel akadémikus. És akkor ő ezt írta, ráírta, a dátumból pontosan tudjuk, utána írt még egy hosszú ilyen bűnbánó, hogy hívják ott a Szili Kálmánhoz, aki akkori titkára volt az akadémia, amiben leírja, hogy ő most a hűségét most már nagyon bebizonyította. Az volt a baja, hogy 2 vagy 3 hónappal később jött a tanácsköztársaság. És akkor már hiába volt Habsburg hű, hanem akkor másmilyen hűséget követeltek. Tanulva az eddigi tapasztalatokból gyorsan beállt a kommünbe, és megkapta etnográfiai, mit tudom én, micsoda, népbiztosi címet. 3 hónap vagy 4 hónap alá elbukott a tanácsköztársaság, befutott Horthy, őt rögtön kipendelítették az akadémiáról, az egyetemről, mindenhonnan, mint büdös komcsit, és vissza kellett vonuljon magánbirtokára, Balatonszepezdre, oda fölállított egy hatalmas kőszálat, Sebestyén Gyuláról van szó, és szegény Sebestyén Gyula egy kőszára rovásírással fölvésette a helyi, mit tudom én, mi volt ő ott a fafaragó vagy micsoda mester, nagy nehezen fölvésette a rovás oszlopra, hogy Sebestyén Gyula a világ legelső rovás fejtője, meg mit tudom én. Na aztán abban elkövetett néhány olyan bakit, amit most nem térünk rá. Jó, de hogy tudják, Isten nem csak bottal, nem üt agyon mennykővel, de valahol ez így működik. És fordítva is, Somogyi, nem mondtam, most ezekkel mindjárt még a végére érünk, igen, menjünk, nézzük tovább. Itt van a Mejai nevezetű úriembernek a szövege, ez a furcsa jel, ez egy M betű, de ez egy nagyon ritka formája, és ez az azért érdekes, csak azért választottam ki, mert a hátoldalán van egy latin nyelvű adásvételi szerződés, amiben azt írja az írnok, hogy mely a úr egy analfabéta, és ezért a következőkben csak kérjük azt, hogy jelezze, hogy új lenyomattal vagy valamivel, hogy hiteles. És erre adaírta rovásírással azután, hogy elfogadtam, incompris, és oda nem, egy rovás jelet írt. Tehát ő az analfabéta, tényleg latin írásban analfabéta volt, de a rovásírás tudta. Tehát, hogy mondjam, itt egy alapvető dolog, bizonyítéka annak, hogy a rovásírást bizony a népkörében elterjedt volt, és hogy mondjam, olyan emberek is tudták, akik lényegében a latin írást nem ismerték, és hát aztán meg a latin írású német írást, meg aztán még kevesebben volt, igen, ismertes. Menjünk tovább gyorsan. Ez is egy másik híres írás. Nem térek ki rá, hogy megfejtettük mindent. Cicero kódex 1582, ez a leghosszabb szöveg van ebben, mert ebbe is bekötöttek papírokat, azért, mert a Cicerót, aki olvassa, hát, és aki tanult latint, én még szerencsésen tanultam, mindenki megjegyzéseket fűz hozzá. Na most menjünk tovább. Itt lehet látni, hogy így van írva minden. Ebben
Tehát ezt a könyvet lényegében el kell dölteni, el kell forgatni 90 fokkal ahhoz, hogy olvashatók legyen a szövegek, és így hosszában vannak írva, azért, hogy több férjen, mert így, ha többször törik meg a sor, akkor több hézag marad, és így hosszabb sorokat írva több szöveget sikerült begyümöszölniük egy-egy oldalra. Tehát igen, azt megjegyezném, hogy tulajdonképpen a rovásírásnál jobbról balra halad az irány, igen, tehát igen, ez igen. Lényeges. Tehát onnan fönt kezdődik, tehát ott látik, hogy az koma, és akkor így tovább. Menjünk tovább. Igen, így látható, tehát így vannak a nyomtatott szövegek, és így van közben a rovásírás. Ami nagybetűje, nagyobbal van írva, azok vers címek, és igen, menjünk tovább. A Karacsai kódex, ez egy másik ilyen látható, ez egy jogászé volt, és az az A és V, az azt jelenti, hogy advocatus, tehát jogásznak a rövidítése, és alatta mennyütő kő bele, az van írva, hogy tehát a mennykő bele, mert ez a könyv egy hogy mondjam, a német aranybullának a jogi kiadása, és aztán a rovásírással még el is mondja a véleményét az illető, most nem megyünk azokra az oldalakra mind vissza. Rengeteg oldal van ezen is, igen, menjünk tovább. Igen, igen, így látható. Ennek látható, nincsenek elválasztó vers, a versszövegek itt beleolvadnak a szövegebe. Nincsenek nagybetűvel kiszedve. Igen, menjünk tovább. Na, ez itt egy borító belsőre, amit széttéptek, csak ez a kis darab maradt például, igen, ez az 1715-ös borító belsőre volt írva. Igen, menjünk tovább. Ez is egy másik borító belsőn látható, egy ABC, meg itt alul függőlegesen egy rövid kis szöveg. Igen, menjünk tovább. És a Kassai szertartáskönyv, ez az utolsó példa, amit itt most bemutatunk. A rovás szöveg így függőlegesen van a két oldal között, és az a szövegnek a lényege, hogy a pap fogja bevinni hozzátok ezt a szöveget, és szombaton ügyeljetek, mikor elmegy a várkapitány, és ne ígyjátok le magatokat, akkor mi beosonunk és elviszük a várat. Valóban ez is történt, 1536-ban Rákóczyék így foglalták, nem Rákóczyék, ez előtte minden a Kuruc Labancoknak az elődei, Tökölinek a csapata így foglalták el a várat, hogy besétáltak lényegében is, mikor le volt részegedve a német őrség, akkor átvették a vár irányítását. És egy pap vitte be, és így vitte be, mint egy szertartás könyvet, és ugyan nem vették észre, vagy nem jöttek rá. Tehát, amíg Mandis György iszik egy kocsot, addig én is szóhoz jutok. Most arról lesz szó, hogy a hosszabb szövegek olyan tartalmi különlegességeket hordoznak, amelyik eltér a hivatalos akadémiai és történész állásponttól, és ez az, ami itt gondot okozott, hogy ezek nem nagyon rövid szövegek, hanem összefüggő szövegek, erre is majd kitérünk, és hát természetesen arra is, hogy tulajdonképpen Balassi előtt is volt költészet majd, csak hogy jelezzem, hogy miről lesz még szó. Itt ez egy második Lajos királynak, ez a Mohácsi Vésznek a királya, tehát az a királyról van szó, aki a Mohácsi Vész alatt került uralomra. Ő 15 éves koráig nem tudott, nem foglalkozott a magyar múlttal. Németországban nevelkedett, német dajkája volt, német tanítója, és a többi, és a többi. Mikor visszajött Magyarországra, és hogy átvegye majd az uralmat, akkor az országgyűlésen felszólaltak, és azt mondták, hogy addig a király, ameddig nem ismeri a magyar országot, nem ismeri a magyar történelmet, a magyar múltat, addig ez a király nem lesz magyar király. És akkor kapott az akkori udvarmester kapott egy ilyen feladatot, hogy a királyt na pedig okítsa ki magyar
kultúrából, és akkor készült számára egy ilyen második Lajosnak az énekes könyve. Énekes versek formájában tanították meg a királyt arra, hogy mit végeztek az elődök. Egészen, hogy hívjáktól, hogyan jöttek be a magyarok, merről jöttek, kik voltak az őseik, kik voltak a magyar mitológia szereplői, és a fontosabb királyok, fontosabb tettei. No hát, ebből állt ez az énekes könyv, ebből nekünk 26 oldalunk maradt meg, és ezek így néznek ki, ezek a kékkel írott, hogy hívják, ez egy nagyon ritka formája, ez a kúnos írásnak nevezett dolog, nagyon-nagyon furcsa. Igen, menjünk tovább, mindjárt jön egy... Na most itt lehet látni tehát az átírását annak, amit ott láttunk az előző oldalakon. Tehát ez a magyar mitológiának a kezdete. Kamad hevi földin lőtt, őskam öm gyöngy szemibül, gyöngy zú valakam, meg is szerette ebű, napsúlyatának lánya, összeszerekedte neki, hét fiút meg hét lányt, ilyen soron nemzettek. És jönnek a izék, hét fiú meg a hét lány, stb. A sorba. A dolog mitől akadt ki ezen az akadémia? Hát kérem, nagyon egyszerű. Mit tanított az akadémia? Hunfalvig, addig nem volt ilyen probléma, addig mindenik azt mondták, hogy Magyarország valahonnan Ázsiából jött, igen, de hogy honnan, azt nem, arról nem beszéltek, és Hunfalvig azt mondta, hogy már pedig ezek a Szibéria kellős közepéről, a hó és a jég, örök hó és jég virodalmából, ahol hatalmas lucfenyőkön ugrálnak a magyarok a mókusokkal egyetben együtt. Na, ez a fajta képneve, abszolút nem működött, mert ugyan itt evel kezdő, hogy a kamad hevi földin lőtt, tehát egy heves földön, tehát egy forró földön jött létre az őskam öm gyöngy szemiből, tehát most egy öm nevezetű hölgynek a szeme, ahol működött, ott ezen a hevült földön megszületett kam. Ez a kam pedig gyöngyi való volt, tehát ő gyöngyösen szép volt, olyan szép volt, mint egy igaz gyöngy, és megszerette ezért egy emű nevezetű csaj, aki a nap súlyatának a lánya, ezek összeszerekedtek egyből, milyen hét fiút, meg hét lányt ilyen soron nemzettek, tehát hogy mondjam, ezek Magyarországon komilfók kaptak volna gyerekszületési segélyt, látható, ugye hét fiúval és a hét lányal, és mit tudunk róla? Arról, hogy ez a kam ad, milyen ez a föld, ez a föld egy olyan föld, amit kam ad. Tehát ezek leolvashatók, mint gyököknek az összerovása, és az öm, aminek a szeméből ez létrejön, az nyilvánvaló, hogy öm az, amelyik ömlő. Hogy az emű, az pedig az emlő. Ha az ömlő, az emlő, akkor teljesen világos, hogy ezek a dolgok mind a magyar szavaknak a mitikus távolságba való kisugárzása, és akkor ez itt tovább így mennek a hét sor, ebből a hétből kiderül, hogy a hetedik az a húnok és magyarok közös gyökről származása. No hát ez volt, ami aztán kicsapta a biztosítékot, mert ezt kijelentették, hogy már pedig ez nem lehetséges, mert onnan kezdve, hogy a hunok kimentek 400-valahányban, egész még 800-valahányban bejöttek az Árpád testvérei, közben itt egy nagy hézag volt, és nem is volt, hogy ki közvetítsen a két nép között. Tehát ez a Hunfalvi féle elmélet, amit a mai Tudományos Akadémia maig támogat. Ezzel ez gyökeresen ellentmond, ez a szöveg. Nézzünk tovább. Tehát, hogy beleférjünk az időbe, gondolom, hogy most a 7-es, 6-os, 11-es, 9-esről nem lesz különösebben szó, hogy szó kerüljön majd a szótárra, az indexekre is. Igen. Tehát ezek érdekes, hogy az a vers, amelyik erről szól, hogy hét fiú volt, meg hét lány, ezek mind hét szótagos versekből jönnek létre. Ugyanazt fogjuk tapasztalni, hogy
az összes székely, hun székely szövegek mindegyik hatszótagos. Tehát az, hogy milyen verseket írtak, az egyáltalán nem volt véletlen, és ha megnézzük, hogy a régi magyar költészetnek a történetében mit találunk, ha valaki fölüti a régi magyar irodalom köteteit, azt fogja találni, hogy mindegyik 8 szótagos. És ez miért? Hát ez azért, mert az ambróziánus strófák, azok mind 8 szótagos szövegek, himnusz szövegek voltak, és azt követték azok az énekesek, akik, vagy versírók, akik bekerültek ezekbe a gyűjteményekbe. Mindegyik szöveg, azok vallásos szövegek, és azt hitték, hogy az egész régi magyar irodalom nem is állt másból, mint régi latin himnuszok magyarításából. És ebből nem kivétel az Ó Magyar Mária síralom is, amely szintén egy ilyen. De az Ó Magyar Mária síralommal baj van, mert kiderül, hogy nem 8-asokból áll, hanem 7-esekből és 6-osokból. Mi történik? Az eredetiben 8-asok vannak, de a magyarra fordító, mivel ő ismerte a 7-es és 6-os szövegeket, az a fülébe csengett. És mikor fordította, akkor a 8-as helyett 7-est és 6-ost fordított. Furcsa módon a drága nyelvész professzorok évtizedeken keresztül ezt tanították, hogy ez, hú, ez milyen csuda, milyen gyönyörű, vasszegekkel veretel, virágnak virága, mit tudom. Csodálatosan szép. Igen ám, csak azt elfelejtették, hogy ez nem 8-as. Ennek köze nincs 8-as, ez 7-es, 6-os, 7-es, 6-os, 7-es, 6-os. Miért? Azért, mert ez a fülébe csengett neki, mikor ő magyarított, mert ő ezt tudta, mert ő tudott, hogy így kell verselni magyarul. És akkor így magyarította. Menjünk tovább. Na, ezt egy percre álljunk meg, mert ez egy 6-os. Ez így néz ki. Igen, menjünk az álszövegekre. Na most láthatjuk, hogy így néz neki azok a 6-osok. Tóbulgarú víznél hálómat kivettem, mellette a szatrom minden népen benne, és így tovább, mind 6-osok, 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 6-osok. A legérdekesebb micsoda? Ez egy székely, koraszékely szöveg, és kiderül benne, most itt nincsen az összes oldal föltüntetve, hogy ez a szeret mentén játszódik le, ez a történet, és azt is tudjuk egy arab utazótól, hogy a Fekete-tenger partján barangolva ő ezekre a magyarokra talált, akiket ő tudja, hogy ez egy magyar törzs, és ez a magyar törzs, ez leírja az életmódját. És ez az életmód pontosan itt van ezekben leírva, hogy a tóból garú víznél, a garú az azt jelenti, hogy torkolló, mert a garat és a torok, ez megváltoztatta időközben a fontosságát, a folyók azóta torkolnak egy tóba, vagy a tóból kiömlő víz is, kiömlik a víz, és nem mondjuk azt, hogy garatol a víz. De viszont a garat megmaradt a legősibb magyar gépnél, a malomnál. Ott a malomnak garatja van, és nem torkolatja van, mert még akkor, akkor még úgy volt, hogy az nem torok, hanem akkor az garaton ömlött le. És a későbbiekben mindenütt torkol, 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 nincsen, a torkos vagy, és így tovább. Megváltozott a különböző szavaknak. Na, de akkor mikor ez a dolog? Szeret mentén mikor voltak a magyarok? Hát a drága arab utazónktól tudjuk, hogy a 7.-8. században. Tehát az azt jelenti, hogy mielőtt, tehát a hun magyarok, akik kivonultak a Csaba vezetésével és elmentek Bizánc felé, egy részük leszakadt, egy részük itt megállt, a másik megállt arrébb. Tehát több magyar ilyen csapat jön, és aztán vannak olyan szövegek, ahol visszafele jönnek, és leírják azt, hogy akkor kivel jöttek először? Először ajtonnyal jöttek, aztán másodjára jöttek tonuzóbával, aztán jöttek harmadik volt álmossal, és utána jött aztán Árpád később, a magyar honfoglalás,
A magyar honfoglalás, ez az utolsó, bezáró epizódja volt a honfoglalásnak, és nem a kezdete. A kezdete a székelyek első visszaszivárgása. Ajtony alatt, aztán a következő, és így tovább. Részletekben jöttek ezek a magyarok és a magyar csoportok, és ezek különböző helyeken foglalták el Magyarországon a terepet, és csak aztán a végén jött ez a... az, amit honfoglalásnak neveztek. Tehát ezek azok a tények, amire ugye egy kicsit érzékenyen reagáltak, válaszoltak a hivatalos tudomány képviselői. Akkor pörgessük tovább, ugye? Igen, igen. Itt érdekes, hogy itt van az utolsó előtti sor, szeret vizét inná, tehát látják. Hogy gyarnék rajt réteg, színfűvén legelne, szeret vizét inná, hely gyöngy élet volna. Tehát a szeret vizét inná a lova, ezt szeretné ez az énekes, ezt mondja el. Igen. És a gyarnék, például olyan szavak vannak, amelyeket teljesen kihaltak a magyar nyelvből, illetve a gyarásra egy mód van, egyet a nép művészetben megmaradt, hogy a bőrt szokták gyarni, tehát mikor leszedik a bőrnek a hátsó oldaláról ezeket a zsírt, meg mindent, és akkor azt lekaparják, ez a kaparásos bőrtisztítás, az a gyarás. Így maradt meg. Itt például arról van szó, hogy a lovon, hogy gyarni, ahogy addig lovagolja, amíg lényegében lekoptatja a lónak a szőrét, tehát az azt jelenti, hogy nem nyereggel lovagolt ő, hanem a bőrén, a lónak a bőrén, szabadon. Tehát azt mondják, hogy a lovat megülte a szőrén, üli a lovát, mondják ma, de ami abszolút ritka dolog, mert mindenki ma már nyereggel lovagol. Ez még abból a korszakból volt, mikor nem volt még nyereg. Én azt javasolnám, hogy ugorjunk most néhány diát, igen, hiszen az indexelés a szavak kor meghatározása, igen, kapcsán hogyan lehet meghatározni ezeknek a szövegnek a korát? Ez az izgalmas kérdés van még hátra. Igen. Ez itt egy azért érdekes csak, hogy a rózsáról és gyöngyvilágról, hogy azt mondják, hogy nincs, Balassi volt az első, aki szerelmes verseket írt. Nem. Előtte tudjuk azt, hogy ezeket a verseket úgy hívták, hogy virágénekek. Valóban virágokról szóltak ezek a legrégebbiek. Ez körülbelül 1000 tájékáról való ez a vers. Menjünk föl, igen. Rózsa, piros rózsa pillana, hólevű gyöngyvirágra, kérdém, miért vagy halovány zöld erdőnek árjékán. Hideg az árjék szól a gyöngyös virág rózsára, nézetem én ég arcod, hogy kire nap ragyogott. És így tovább, és így tovább. Tehát ezek, ilyenek voltak a legősibb magyar virágénekek. Abban már tényleg virágok szerepelnek, amelyek nyilvánvaló, hogy egy szerelmi történetet képviselnek, mert ugye a rózsa és a hóvirág, ez két ellentétes pólust jelképez, a rózsa, amely a napfényben szeret virítni, a másik, a hóvirág, az meg csak az árnyékban tud fölcserepedni, ahol a nap csak megszűrten jön, mert ha a nap megsüti a hóvirágot, az annak annyi, akkor az nem úgy, mint a rózsa. A rózsa, amelyik tündököl a napfényben, a tűző napfényben, a másik az elhervad. És ezt a két pólust gyönyörűen megírják 1000 tájékán már a magyarok. Igen, menjünk tovább. Ez itt a Mária síralom, ahol lehet látni, hogy ott vannak az eredetiekből nem maradt szinte semmi, mert 9-esek, István 6-7-6-6-7-6-7, láthatjuk, hogy az, aki lefordította, be se tartotta távolosan az eredeti, az csupa 8-asokból állt. És mivel a latin az csupa 8-as, és az így fordította, senki nem tette fel, hogy miért. Azt mondták, hogy biztos nem tudta. Na, nem létezik. Ezek az énekesek, akik így verseltek, és így betartották a szabályokat, 6-os, 7-es, stb., akkor ez a fülében volt, és ezért írt így. Igen, menjünk tovább.
lehet látni a székelyeknek, 6 fő nemzetsége vagyon, Adorján, Megyes, Jenő, aztán Halom, meg Zabrád, végül Örlőc a 6 neve, és így tovább, székelyeknél nem is elfeledve. Láthatjuk, hogy ez lényegében ez 6/6-osokra épül, azért, mert a hosszabb szövegeket azt a magyarok 7/7-esekben, tehát 14 soros szótagosokban írták a szöveget, és a hosszabb verseket a 12-esben. Miért a 12-esekbe? 12-esekből jött létre a teljes magyar ballada költészet. Megnézhetik otthon, minden magyar népballada régi az, mint 12-es, és ebbe írták a Toldit, és minden 12-esekbe épül, azért, mert ez volt az alapja, 6/6, 6/6, és ezt variálták aztán később a sormetszeteket jobbra-balra tologatva, hát mert hogy a költő, hogy ne legyen unalmas egy ilyen forma, akkor a költők mindig kitaláltak valamit. Igen, menjünk tovább. Na most itt az érdekessége az, hogy ezt a szövegeket hogyan lehet egy szövegről megalapítani, milyen korból való. Hát én a következő dolgot találtam ki, hogy ezt én a versek indexének neveztem, és az körülbelül úgy néz ki, hogy megnézem, hogy minden szó a történelmi szótár szerint mikorról való. Hát először az a baj ezekkel, hogy a régi, a nagyon régi szövegekre nem érvényes. Tehát erre magára szóra, erre a szövegre sem érvényes, mert ez csak azt jelzi, hogy mikortól maradt meg nekünk ez egy magyar krónikában, vagy egy magyar okiratban ez a szó. Hogy ezer előtt, mielőtt nem írtak latin betűkkel, nincsen egyetlen egy szövegünk sem, akkor úgy tűnik, hogy azok a magyar szavak nem léteztek. Pedig nem így van, azok léteztek már évszázadokkal azelőtt is, csak éppen nincsenek lejegyezve. Na mostan ezt itt, ennek a segítségével ki lehet ezt, menjünk tovább, erről kiderül, hogy ez alapjában ez 1372-ig a zöme ebből a korszakból való. Néhány van, ami néhány évvel jobbra-balra megy, és van egy néhány, amelyik teljesen kilóg a sorból, azok azért lógnak ki a sorból, mert a magyar szöveghagyományozásnak alapvetően nagy baja, hogy hosszú szövegek nem maradtak meg. A Jókai Kódex az első igazán hosszú szöveg. A Jókai Kódex az ferences rendiek, hogy mondjam, ilyen hittétel történetei, hogy különböző csodákat végeztek, vagy nem. Menj tovább, hogy van-e? Nem, olyan nincs. Itten csak ennyi volt példaként, de, hogy mondjam, oldalt, hosszú oldalakon keresztül lehet ilyen szövegeket végezni, kutatásokat, és kiderül az, hogy meg lehet állapítani, hogy az egyik vers és a másik vers lényegében azonos korszakból származik-e, vagy nem. Főként az 1300 fölötti korról, mikor már elég sok hosszú szövegünk van, Jókai Kódex 1416-ban való a 3 kötet, amelyik az első magyar bibliafordítás, a Huszita Biblia, ami szintén tiltott dolog volt, egy részét megsemmisítették a szövegnek, egy más részt pedig szövege 3 kódexbe bekerült, és így maradt át. Ez a két szöveg alapjában meghatározza ezt az egész gyűjteménynek az alapját, tehát kiderül, hogy ezek ebből a korból valók. Hogy melyik mikor, a kor elejéről, melyik való a kor elejéről, és melyik a kor végéről, tehát melyik az már az 1500-as évek korából, hát erre való ez a dolog, ami rendkívül időigényes, rendkívül türelemjáték. Hát gondolják meg, hogy például egy vers strófának, vagy egy rövidebb versnek a minden szavának a kikeresése a szótárból, és megállapítani, hogy annak az alformája, mert ugyanis nem a tó, az egy szó, de a tóbul az már arra külön kategória van, mert az képzett szó. És akkor a tóbul már meg kell keresni, hogy van-e ilyen képzés, vagy nem, nincsen ilyen képzés, amire van példánk
a gyűjteményekben. Na most ezeket irtózatosan türelemjáték, hogy ezeket mind kikeresgélni, és utána megírni azt, hogy mi az, ami nincsen meg. Mert olyan is van, nem is kevés. Vannak olyan, mondtam azokat, például a gyarnék, meg ilyesmi, ezeket nem is ismeri a magyar nyelvtörténet, illetve meg lehet találni különböző ilyen tájnyelvi szótárakban, ahol ilyen halászattal kapcsolatos szavak vannak, a hálókötéssel kapcsolatos szavak vannak, a néprajzi nemezeléssel kapcsolatos szavak vannak. Ezeknek ezek a munkafolyamatokat, reális munkafolyamatokat rögzítő szavak, ezek csak tájszótárakban vannak. Ezeket nem foglalkoznak, mert hát okmányok, miről szólnak? Az okmányok azok arról szólnak, hogy XY-nak adományozta ez a király, vagy az a király ezt a földterületet, ettől a földtől, ettől a milyen X pataktól Z dombig, attól a dombtól a másik patakig, és így tovább. Tehát ezek erről szólnak, és lényegében egy nagyon szűk kör az, amiről az összes, az okmány szótárak szinte alig adnak. Nagyon ritkán egy-egy elnevezés, de hát, hogy mit tudom én, alsó hajas falva. Na, itt a hajat először ebben találjuk, ugye, hogy hajas falva. De végül is a szó nyilvánvaló, hogy haja már azelőtt is volt az embereknek, de nincsen, de a hajas falvában találjuk először. Tehát a dolog az így jön létre, és ezért a nyelvészet még rendkívül sokat kell fejlődjön, és rendkívül kritikusan kell szemléljék a nyelvészek a saját gyűjteményeiket, mert megvannak ezek a korlátok, hogy mikorról vannak bizonyos szavak. És ez a rovás gyűjteménynek, tehát ez lenne az egyik nagy lehetőség, hogy mélyen lenyúljunk, milyen mélyen? Hát minimum a 7.-8. század, amit mondtam, hogy megegyezik ez, amit leírnak pontosan az arabok, akik erre jártak és láttak itten holmi lézengő magyarokat, hogy hogyan élnek, és ez, ami nem maradt meg egyetlen egy magyar szót, dokumentumban, nincs meg egyetlen krónikában sem. Miért? Azért, mert a krónikások, gondoljuk meg, 12., 13., 14. században valók a mi első krónikáink. Tehát azt jelenti, hogy ők nem emlékezhettek vissza arra a korra, és amire nem emlékeztek, és amiről nem volt dokumentum, az nem létezett számukra, és le se írtak ilyesmit. Másrészt pedig a krónikások ugye ezt mindig megkérdezik, hogy miért nem szerepel ez meg, vagy az ebben a krónikában. Azért, mert a krónikásokat mindig egy adott korban papok írták az udvar számára, latinul tudóknak. És nem a népnek írták, hogy majd 1800-valahányban le fogják fordítani majd magyarra is, ugye, anonimuszt. Addig nem volt, tehát, nem ismerték. Tehát öt kutatón kívül nem ismerte senki, hogy mi van abban. Tehát kivéve ezek a drága testvérek, akik íródtak, akik írták ezeket nagy részt tudjuk azt, hogy biztosan, valószínűleg Zsigmond korából, de lehet, hogy még már Károly Róbert idejéből valók ezek a szövegek, és egészen befejeződik Mohácsi vész után. Az utolsó gyűjtő, avval kezdi, én éltem még Mátyás király udvarában, szolgáltam őt a pennámmal és a kardommal is, de most eljött az idő, látom, hogy a szomorúra fordult a magyarság sorsa, nem tudom, mi lesz a mi hagyományainknak a sorsa, ezért összegyűjtöttem mindent, és leírtam, amire még emlékszem. És akkor utána következik az, ami a Cicero kódexben található, az a gyűjtemény, amely 103 szöveget tartalmaz. Összesen mennyi van, kérdezik. 124 eltérő vers, körülbelül 250 szöveg. Ebből vannak olyanok, amelyek 6 példányban vannak, és vannak olyanok, amelyek csak 1 példányban vannak. És hát ebből áll össze ez a hatalmas anyag, amit azóta mind próbáljuk fejtegetni, összehasonlítjuk külön-külön a dolgokat, és megalapítjuk, hogy mi van minden szóban, és ezek, tehát ebben például
szerepelnek az összehasonlítások, hogy a hat szövegből hogy lesz egy szöveg, ugye melyik rá kell jönni, hogy melyik hibázott, és melyik miért hibázott, azért, mikor az átmásolás közben többnyire ilyen furcsaságokon hibáznak, hogy ismétlődik egy szó, azt hiszi, hogy az már fölösleges, és akkor átugorja. De van, aki tudja azt, hogy ez egy vers, és akkor a versben az ott a ritmus meg a rím megkívánja, hogy egyforma hosszúságok legyenek, és azért nagyon sokat segítenek a szövegek rekonstruálásában, amiről tudjuk, hogy vers. Mert akkor azt a forma szabályait betartva rájövünk arra, hogy hoppá, itt hiányzik, itt van egy rím, amire nincs felelő rím, akkor átugorott egy egész sort a drága haver, akinek másolnia kellett volna, és átugrotta. És akkor mindenütt a forma tökéletes, de ott egy sor hiányzik. Na, az a sor, mi lehet? A rím az könnyen kitalálható többnyire, és akkor a többit aztán akkor az ember hozzá kell töltse. És akkor ezek azért olyan drágák, mert ezek hogy rendben rakása ezeknek a szövegeknek, pirosan van mindenütt szedve, hogy mindenki lássa, hogy mi az, amit én írtam hozzá. És mi az, ami az eredeti. Az eredeti az, ami feketével van, az pontosan ellenőrizhető, hogy melyik. Te ott a rovás szöveg, lehet keresgélni, azonosítani, bötűről bötűrrel beolvasni, de vannak dolgok, ahol, amit a forma megkíván, hogy az ember lássa, hogy ha 13-as sokból áll az egész szöveg, és egyik 11-es, akkor nyilvánvaló, hogy az valahol az átugrott valamit. És akkor többnyire olyasmik vannak, hogy egy vagy egy és, vagy egy vagy és vagy valami ilyesmi, két-három ilyen dolog van, és akkor ebből áll a probléma. Tehát akkor, akit részletesebben érdekel ez a témakör, illetve ezeknek a szavaknak a vizsgálatát is szívesen tanulmányozná ebben a két kötetben, mindezt megtalálja. Szeretnénk még lehetőséget biztosítani a hallgatóságnak, aki nagy türelemmel hallgatta ezt az igen elvont és nagyon érdekes témakörről szóló előadást, hogy kérdezzen. Nem lehetne esetleg ennek alapján egy valós történelemkönyvet írni? Igen. Most mindegy, hogy az akadémia nyögdéssel nyeri vagy nem nyeri. Jó, de ez egy hosszú folyamat, tehát először a szövegeket rendbe kell rakni és rekonstruálni kell tökéletesen úgy, ahogy vannak. Sorban a szövegeket, amelyek más célokra a másolók, láttak ott egy csomó példát, és mondtam azt, hogy van, amiből 6 darabunk van. Miért van az? Azért, mert mondjuk aki egy jogász volt, az ebből az egész gyűjteményből nem érdekelték csak azok az esetek, ahol valamilyen jogi kérdésről esett szó egy versben. Például olyasmira, hogy ki miért lehetett uralkodó, és hogyan folyt az uralkodás. Vagy például az, hogy milyen törvényeket hoztak Pusztaszeren. Pusztaszerről csak egy szó az a magyarok számára, és Ady Endre azért azt mondta, hogy ha megátkoz 100-szor is Pusztaszer, mindenki hallotta azt az iskolában. Azt kérdezi, hogy a Pusztaszer valami szörnyetek dolog, ahol valami istentelen dolgot műveltek, mert szegény Ady Endre nagyon rettegett a Pusztaszertől. Mi baja van a Pusztaszerrel? A Pusztaszeren Anonymousnál annyit tudunk, hogy 35 napig, vagy nem tudom, ha mondja ő, ott ültek, és mi Jézus már, miféle parlamenti ülésszak, meg ugye az egy parlament volt, az első parlament volt a Pusztaszer. Ott összegyűltek az összes törzseknek a képviselői, és vitatták. Mit vitattak? Na hát ebből itt világos, hogy a földet osztották. És pedig itt pontosan megmondja, milyen szabályok szerint. A rovás írásban megmaradtak ezek. Azon olyan szabályok szerint, hogy kellett földet osztani annak, aki bejött, és ebben nagy érdemei vannak. És kellett adni annak is, aki csatlakozott. Tehát itt maradt, tehát ez már itt volt előttünk, és csatlakozott a magyarokhoz, tehát ő is kellett földet kapjon, és nem csak az, akik bejöttek Árpáddal.
de az Árpáddal nem egyforma mennyiségű. Vantak törzsek, akik több embert, több katonát adtak, nyilván azok nagyobb területet is kaptak. Voltak, ahol sok volt az árva. Az árváknak megint földet kellett adni, hogy az is megéljen valamiből. Tehát lényegében egy rendkívül bonyolult dolog volt, hogy ezt a földet elosszák. Továbbá, figyelembe kellett venni, hogy a földek nem egyformák. Volt, ahol szikkes, mocsaras volt a föld, és volt, ahol homokos volt. Volt, ahol jó föld volt, amit lehetett szántani, volt, ahol nem volt ilyen. Tehát ezekről írja, hogy ezek a szabályok, tehát akik jogi kérdéseket keresnek, azok körülbelül megtalálták. Aztán szerepel az, hogy miért lett Zoltán Árpádnak, az, hogyan is volt az utódlás. A magyar utódlás nem úgy van, ahogy azt Anonymus leírta, apa-fiú, apa-fiú, apa-fiú. Mindenki úgy tudja, Álmosnak a fia, mert így írja Anonymus, Árpád. Nem így van. Pontosan tudjuk, hogy nem így van, mert ugyanis a Árpádnak a második vagy harmadik leszármazása után mentek Bizáncba, és Bizáncban egy küldöttség volt. Bíborban született Konstantinnak, és ennek megmaradt a kvázi jegyzőkönyve. Ezt leírja, de Administratio Imperioban, Bíborban született Konstantin is megmondja. És jöttek a magyar küldöttek, és elmondták nekem, hogy Árpád is csak azért lett ő a vezér, mert ő volt a legügyesebb, és kiválasztották erre. Hoppá! Ez más tészta, kérem, hogy született, és akkor őből a vezér lett. Nem, nem. Legyen, így szól az énekben, pontosan megmondja, legyen vére Árpád véréből, de alkalmas is legyen rá arra, hogy vezér legyen. Tehát nem volt két dolog, hanem két feltétel volt feltétlenül arra, hogy valakiből vezér legyen. Hogy legyen abból a fajból, abból a családból, abból a vérből, amiből ő származik, de viszont ő legyen az alkalmas. Hogy ebből mennyi baj lett, az nagyon jól tudjuk, mert az első kezdődött, ugye ezzel a híres nevezetes izével, Szent István és a Koppány vezér, hogy mondjam, Koppányról megvan a krónikában, hogy Koppány az utolsó, akit választottak, így írja Kézai Simon. Igen ám, de utána azt írja, hogy utána mégis István lett. Hát hogy a jó égbe? Ja, úgy utána, hogy ott egy kis, elkezdődött egy óriási nagy csetepaté, és ha nem lett volna német vasasokból álló brigád Szent István háta mögött, akkor Koppány lett volna a vezér. De nem így lett, és akkor ő lett. Na már most akkor ő viszont szerette volna, hogy a fia legyen. De hát a fiát, Szent Imrét eltették láb alól. Ma is mutogatják, aki Biharban jár, hogy hol van, ahol volt az Imre veszejtő. Az egy erdő, ahol egy állítólag egy vatkan megtámadta Imrét. Aj, az Isten, zrinyék, csupa vatkanok kószálnak az ilyen erdőkben, és mindig azt teszik el láb alól, akit éppen kell. Hát ilyen tészták vannak. És hát, kérem, szóval ezért olyan fontos, hogy a magyarok története, a magyarok számára ez egyszer elkészülhessen, de ahhoz mindegyik ilyen dokumentumot, mindegyik okmányt alaposan át kell forgatni, és nem egyszerűen másolni azt, amit írnak a krónikások, mert a krónikások bizony drága Kálmán királyunkról azt írják, hogy egy gazember, pupos szörnyeteg volt. Azt írja a bécsi krónika. Puff. A régi, a Kézai nem írhatja, mert akkor még nem volt túralmon, ugye? Nem, mi történt? Hogy hívják, hogy Kálmánról ezt írják? És akiről tudjuk azt, hogy ő mondta azt, hogy már pedig boszorkányok nincsenek, mert ugye, ha nincs boszorkány, akkor minek az inkvizíció Magyarországra? Mert erről volt szó, ez volt a tét akkor. És
Hogyan lehet, hogy ez az ember, akit azért is neveztek el Könyves Kálmánnak, mert rengeteg könyve volt, ami abszolút szokatlan volt. Ja, hát kérem, az volt a baj vele, hogy ő meg szerette volna, hogy az ő fia legyen az utód, és akkor nyilvánvaló, hogy megvakította, és lejött a Vak Béla, ugye? Mert az nem volt vak, aznak tényleg Kálmán szuratta ki a szemét, azért, hogy ne lehessen király. És aztán mégis király lett, mert nem volt éppen más a kéznél, hogy mondjam, csak a Vak Béla. Tehát a történelem telen van szörnyűségekkel, borzalmakkal, meg minden, de hát hogy mondjam, ezt itt egy csodálatos vers megmaradt arról, hogy milyen volt, mikor Vak Béla behívatta mindazokat, akik segítettek neki, hogy őt megvakítsák. Hú, kérem, az az egy ilyen, mondjam, Hitchcocki horror, izé, hogy ömlik a vér a végig, azt is kevesen tudják, hogy ez Aradon történt. Aradon, ahol ugye a 13 vértanúról, a 13 vértanút mindenki tudja, de hogy ott volt a nagy mészárlás, amikor 800 magyar nemest nyírna ki, így, akik a Kálmán pártiak voltak, és aláírták az ő személynek a kiszúrattását, most akkor ő, mikor ő kerül hatalomra, akkor ő nyíratja ki mindazokat, akik ezt végrehajtják. Hát kérem, ezek a történelmek ilyen csodái vannak, és hát ez, ha ez a könyv, ami ránk maradt, nagy érték, hát ez ezért nagy érték, kérem. Mert a történésznek a kezében, aki tényleg a becsülettől és az erkölcstől áthatva akarja megírni a magyarok történetét, az forrásokra van szükség. És a források azok itt vannak. És ez egy olyan forrás, amihez nem nyúltak hozzá, szerencsére azért, mert Hunfalvi haragudott az összes rovásíróra, meg az összes ilyen gyöknyelvészre, és akkor ezt elrakták. Ezzel az történt, hogy Somogyi Antal odaajándékozta, mivel tudta, hogy neki nincs gyereke, odaajándékozta ezt a hatalmas gyűjteményt, ami volt neki, odaadta a Szegedi Könyvtárnak. Szegedi Könyvtárban, amikor megtudta az akadémia, hogy ott van, azt mondták, hogy ez ki ne, sosa ember ne jusson a kezére. És akkor fölrakták a padlásra. És ez 74-ben volt. 77-ben jött a Szegedi Árvíz, amikor tropára mindent elmosott, semmi nem maradt meg. Kivéve a Somogyi gyűjtemény, a padláson volt. Gondolják meg ezt. Isteni ítélet. Gondviselés. Kérem, mindenki azt képzeljen, és azt úgy magyarázza, hogy akarja. De tudjuk, hogy így volt. Ez történt. És így kérdezte valaki tőlem most, hogy hát miért csak 9 van ebben a gyűjteményben? Összesen van, mondtam, hogy 11 van, de más könyvtárakban is van még egy-egy ilyen gyűjtemény. Az OSK-ba, de ha az ember bement ezelőtt 10 évvel az OSK-ba, megmondták, hogy nincs ez a könyv, ez a könyv nem létezik. Ez a könyv sem létezik az egyetemi könyvtárba. 3 hónapig kellett járjak az egyetemi könyvtárba, és kidobtak az ajtón, bemásztam az ablakon, bejöttem az ajtón, és minden nap, végül már mindenkinek már így fájt, fogta a fejét, és mondták, hogy tanár úr, ha még egyszer bejön, én botot veszek elő, már könyörgöm. Hagyjon már békébe ezzel a rohadt izével, mondom, hogy nincsen. De mondtam, amikor már nincsen sehol, itt lehet, ott lehet, amott lehet, ott sincs, amott sem. Mindenki mondta, hogy amióta én itt vagyok a könyvtárban, én már 25 éve itt vagyok, soha ilyet nem láttam, értse meg, tanár úr. És akkor mondtam, van valahol egy növendéknaplójuk, van magánk? Biztos, minden könyvtárban kell legyen. Ahol, ha egy új könyvük van, akkor kap egy számot. És ebben a naplóban beírják, hogy 1913. január 5-e, ez alatt a szám alatt fog futni ez a könyv. Ez a könyv nem lesz ott ez egy számot kap. Hogy egy B26-os, vagy mit tudom én, valamilyen ilyen kódokat alkalmaznak a könyvtár. Na mondom, az összes naplót akarom, ami 1860-tól napjainkig, és akkor én mentem, és ott ültem, és
köszönöm, tanár úr, még mindig ott ül? Még mindig ott ülök, igen. Egyszer csak azt mondja, na mondom, gyerekek, megvan. Kiderült, hogy átnevezték. 16 után, 17-ben így tovább, mikor rákerült ez a drága Sebessén Gyulának a papírja, hogy ez egy hamisítvány, átminősítették, és egy külön polcra kerültek ezek, mint történelmi hamisítványok. És a történelmi hamisítványok, ez egy kicsi része az egész gyűjteménynek, amit soha senki ki nem nyitott, amióta az a könyvtár van. És akkor az egyetemi könyvtáros kihozták nekem, és mondták, hogy ez az a híres nyavajás. És mikor megláttam, hogy mi van ráírva, saját kezüleg, akkor mondtam, most már tudom, hogy miért került oda, és most már azt is értem, hogy miért nem vette ezt a kezébe senki. Azért, mert az élet ez ilyen, hogy egy kutató, aki azért csinál valamit, hogy följemmegyen a rangon a kis segéd, hogy hívjától, tanártól a professzori címig, és a lépcsőfokokat át tudja ugrani, hát nem fog egy olyasmit venni, amire rá van írva, hogy ez egy hamisítvány, amit kéretik, hogy nem elővenni és nem olvasni. Hát nem fog egy ilyenbe belekezdeni, mert tudja, hogy akkor úgy rúgják két lábbal ki, hogy ameddig jutott, az mindennek vége. És akkor, tehát ezek így működnek, ezek a dolgok, és hát igen, más kérdés, ha még van valakinek. Igen, az érdekelne, hogy mi a véleménye arról, hogy ma az iskolákban, szakkörökön tanítják a rovásírást, tehát ennek egy óriási reneszánsza van. Az mennyire hiteles, amit tanítanak? Hát amit tanítanak, az annyiban hiteles, hogy az egy használható ABC, aminek a segítségével mindenki a nevét le tudja írni, és el tudja olvasni azokat a táblákat, amik minden városnegyedben, vannak helyek, ahol már utca táblák is vannak így rovásírással. Na most Székelyföldön kenyeret és szalámit is lehet venni, mert rá van írva Székely szalámi rovásírással. Na már most... Sőt, a töltött káposzta. Töltött káposzta receptre is lehet. Tehát ez mindig fejlődik, mert ugye a Székely góbé csárda, meg ilyenek, már minden, mert csak természetes, hogy ez csak rovásírással lehet fölírva. Tehát nincsen írás, olyan rendszer, olyan birodalom, vagy olyan nagyobb királyság, vagy kisebb-nagyobb királyság nem létezett a földkerekségen, ahol az írás nem azért született volna, hogy kiszolgálja azt az adott uralkodót, vagy azt az adott kultúrában az éppen vezető réteget. Mert miről szólt? Mindig arról szólt egyfelől, hogy a királyok milyen sorrendben követik egymást. Ez a király, az a másik király. Ez a király... A királyok rávésették minden tárgyra nevüket, amit építettek, és ha jött egy dühös utód, az meg avval foglalkozott, hogy levésette az előző királynak az összes feliratról. Egyiptomban ez, aki foglalkozott egyiptológiával, az tudja, hogy az összes feliratoknak a 90%-a csonka felirat, mert a feliratnak a felét levésték. Igen, ennyi. Csak a nevet írták át. A hőstetek maradtak. Tehát a hőstet maradt, a név ment, felirat maradt. Tehát, hogy mondjam, ez így működött. Tehát a másik, adózás és adóbeszedés. Ez nem ment, mert, hogy mondjam, elment az adóbeszedő, és jött, és azt mondja, 15 tehénet adóztattam meg. És azt mondja a főnök, 15 volt az? Hát lehet, hogy volt 17 is, na, de valójában nem 17 volt, hanem 52 volt mondjuk, mert a többit azt, na, de hogyha le kellett írásban is rögzítse, és valaki ment utána és összeszámlálta, hogy hány tehén van még, akkor kiderült, hogy nem annyi van, akkor ugye fej le, ez a rovásírásnak köszönhető. Tehát a számadást, mindent lehetett ellenőrizni. Tehát erre kellett mindig az írás. Írásos. Az írás
szólt, minden szerződéskötésnél az írás, hogy kettős legyen. Tehát a rovásírásban is vannak ilyen kettős rováspálcák, amelyeket össze kellett illeszteni, és az összeillesztésnél a kettő, ha nem stimmelt, akkor valaki svindlizett, és hozzáírt valamit, és hosszabb pálcát csinált azért, hogy ráférjen a plusz szöveg, ugye, amit be akart ő toldani. És így tovább. Tehát lényegében ez a két nagy funkció, ezután következett mindig az, hogy akkor a mitológia, ugye? Aztán következett az, hogy a nemzeti történelem, az is mindig abból állt, hogy ennek a királylat történt, ez jött idegen, behatolt, stb. Ebből lettek a krónikák. A krónikák így rovással kezdődtek, vagy kínaiaknál olyan pemzlizett írásjelekkel. De mindenütt az írás ezt szolgálta. Ahol nem ezt szolgálta, olyan nincsen. Na már most a probléma az, hogy a magyaroknál van egy nagy törés. És ez a nagy törés, ez ugye, mikor a régi írásrendszer, amivel írtak egészen kedves szent királyunkig, odáig választották is, tehát egyszerre jött a választási rendszernek az eltörlése, és másfelől jelentkezett az, hogy akkor az összes eddigi szövegeket, aminek a segítségével őrizték a tulajdont, kaptak egy ilyen papírt, egy pálcát, amin rajta volt, hogy mennyi az ő földje. Nem személy, ez egy új tészta, azelőtt törzsek, akkor azt mondták ágak, amelyek az ágak, az őstől való ágazatok, ahogy itt mondta, hogy 6 ágazat volt, mondják a székelyek maguknak, a magyarok mondták, hogy 7 voltak, ők 7 voltak, mert 7 törzs volt, és ennek a mindegyiknek megvoltak az alágak, és ezeknek a területeit. És ezeket a területeket mindenki őrizte, és tartotta. És mikor jött Szent István, bejött a kutyabőr. A kutyabőr helyettesítette a rováspálcákat, mert a tulajdon megjelent, mint magántulajdon. Király adta X-nek, Y-nak, Z-nek. Ez innen kezdve, tehát a magántulajdon és a dolog, ez egyszerre történt meg, ez a váltás Szent István alatt, és ezért az összes rovásos dologot elkezdték égetni. Nem Szent István égette, bocsánat, a rovás botokat, hanem azok a német ritterek, akik segítették őt trónra, és azok kaptak egy birtokot. És elmentek oda, és megmondták, ugye, hát István, te adtál nekünk egy izét, hogy ez a mi tulajdonunk. És ezek az emberek mondják, hogy ez az övék. Tehát akkor azt égesd el. Ami érvényes, az az, amit én adtam. És innen kezdődik a dolog, hogy az okmánytár, minden innen kezdődik, mert innen kezdve latin írással rögzítették azt, hogy mit adtak, mit nem adott a király. Földterületet és mindent. És innen kezdve minden írás latin nyelvű lett, vagy a latin betűs lett, mondjuk így pont, előbb latin, aztán latin betűs magyar, ahogy a magyar írás kifejlődött ebből a latin betűs írásból, és így tovább. És a háttérbe szorult a rovás. De nem szorult teljesen háttérbe, mert 1240-ben ezt írtam meg, ezt is én fedeztem fel, hogy amikor megjöttek a ferencesek, fölfedezték azt, hogy a magyarokat újra kell téríteni. Mert nem tudnak semmit. Ezek keresztényeknek mondják magukat, mert megkeresztélték őket. Na de azon túl elmennek a templomba, bámulnak, és ha nem verik őket korbáccsal, akkor be sem mennek a templomba. Hát persze, hogy nem mentek be, mert nem tudtak, nem értettek semmit. Ott jött egy pali, állandóan mutogatott föl le, gajdolt valami számukra ismeretlen nyelven, már mint latinul, ugye, és mondta magáét Jézus Krisztusról, na de miről volt szó, fogalmuk nem volt. És akkor jöttek a ferencesek, és azt mondták, ezt a dolgot be kell fejezni. Itt ezeknek az emberekhez hozzá kell szólni, úgy, ahogy kell. Magyarok, magyarul kezdtuljunk. És akkor, hát megtanuljuk, ugye? Ferences testvérek olyanok voltak, szőr, csuha, megtanuljuk. És megtanultak magyarul, és megkérdezték, hogy
De te mivel írtátok ti eddig az... Hát nekünk van saját írásunk. Hogy? Hát van, igen. És akkor mutatták, hogy rovás írás. Aha! Na akkor figyeljetek csak ide, testvérek. Kiakasztjuk a templomba a szenteinket. Nem minden szentet, hanem csak a ferences szenteket. És a ferences szenteket is. Ezért tudjátok olvasni? Persze. Mi van írva? Pál. Ide mit írtunk? Mihály. Rendben van. Itt tudtok olvasni. Rendben. Akkor most kivírjuk a szenteket rovásbotokra, és kifüggesztették minden kis templomocskába a szenteknek a nevét, és hogy mikor jönnek a szentek. És azt mondta, ezentúl mi fogunk keresztelni. És ha mi megkereszteltünk valakit, azon a napon, mikor a szente van, akkor nem kell dolgozni. Hoppá! Na kérem, ez volt az, amivel a ferences forradalom megtörtént. Minden Székelyföldről, itt is tele volt ferences templomokkal, csak itt a török időkben ezek elpusztultak, mert ezek nem nagy templomok voltak, kicsik. Székelyföldön van még most is egy néhány udvarhely mellett egy templom, amely, hát mondjam, mint innen András, és körülbelül így egy olyan ekkorák a templomok. Ahol négy ember bemegy, az ötödikig eljöjjön. Hát nekem kápolna, az akkor ekkorák voltak azok a ferences templomok. Mert azok a templomok úgy épültek, hogy ők, és néhány ember, aki, hogy mondjam, szerette őket, meg már hallotta, hogy ezeknek jó híre van, akkor, na de ezeknek az ajtajába állt a ferences pap, és mondta a misét, és ott lógtak a rovásbotok, és a rovásbotok alapján választották mindenki azt, hogy ki legyen az ő gyereke, és rájöttek arra, akik okosabb parasztok voltak, hogy ha olyan pap, olyan szentet választunk, ami mondjuk, ha van három vagy négy darab Ferenc, aha, milyen jó azoknak, akkor nem kell annyi napot dolgozni. Tehát akkor ilyeneket nevet. Azért van az, hogy teljesen egyenlőtlen a név eloszlása a magyar nyelv. Nézzék meg, hogy van a ferences naptárakat. És akkor rá fognak jönni, hogy ez miért van. Azért, mert lényegében ez volt az a dolog, amivel megfogták őket. És ma is gondolják meg, ki az, akinek hisznek, aki az emberek mennek adományozni, mint a güzű. Hát a ferences testvérek. Ugye? Most is jönnek, ugye a szőrcsuhába, és mikor jönnek a ferences testvérek, jön a, hogy hívják, a Böjte Csaba testvér. Böjte Csabára 100 000 ember összegyűl, mintha a Puskás játszana megint. Igen, mert ezeknek hitele van. Ezt tudják, hogy ezzel a szőrcsuhán kívül nincsen semmi. Ez. Nem fog kokinkilában repülni a feleségével, nász éjszakát tartani, nem fog Dél-Amerikából kakaószállítmányokat hozni, és így tovább. Ezt tudjuk, hogy ez az kapja azt a 10 forintot, a 10 forintból a gyerekeknek vesz kiflit. Ennyi. Tehát a ferences forradalomnak oka van, akkor oka volt, oka van ma, oka lesz holnap, oka lesz évezredek múlva is, mert ugye a szegénység és a hit egyenessége és becsülete az olyan óriási dolog, amiért érdemes kockáztatni, azért érdemes pénzt adni, azért érdemes segíteni, mert az ember tudja, hogy a segítség jó helyre megy, az a segítség hasznára válik, és az a nemzet, akinek sok ferences testvére van, az köszönheti. Más. Akkor mi is.